tetőtől talpig beöltözött helyszínelők. A felvételek még 2019. augusztusának végén Nyíregyháza orosi város részében készültek. Szörnyű tragédia helyszíne volt ez a családi ház. Egy férfi engedéllyel tartott vadászpuskájával féltékenységből megölte a feleségével korábban érzelmi kapcsolatba került férfit, majd annak édesapját is. Mindketten a helyszínen életüket vesztették. A vádott ezután elhajtotta autójával, de mint a rendőrség videóján is látszik, nem ellenkezett, megadta magát az egyenruhásoknak. Az aljas indokból több ember sérelmére elkövetett emberölés büntettével vádolt férfi eddig előzetesben volt, ügyében kedden született elsőfokú ítélet. A bíróság a vádlottat életfogytig tartó szabadságvesztés büntetésre, valamint 10 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítéli. A szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozata fegyház, melynek tartalmába beszámítja a vádlott által 2019. augusztus 26 napjától 2021. július 6 napjáig előzetes fogvatartásban töltött időt. A kiszabott szabadságvesztés büntetésből a vádlott legkorábban 25 év elteltével bocsátható feltételes szabadságra. A vádlott személyesen nem volt jelen az ítélet kihirdetésekor, a nyíregyházi börtönből videókonferencia híváson keresztül hallgatta azt. A férfit közel 1 millió forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezték, fegyvereit, lőszereit pedig elgobozták. Nem csak a vádlott élete, hanem három család élete 2 perc, 48 másodperc alatt vált egy örökké való rémálommá. Több dolog szólt ugyan a férfi mellett az ítélet kiszabásakor, a mérleg végül az ellene szólók oldalára billent. A bíróság enyhítő körülményként értékelte a vádlott, részben bűnösségre is kiterjedő beismerő vallomását, megbánó magatartását, büntetlen előéletét, valamint az elkövetéskor a két kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodást. Súlyosító körülmény ugyanakkor, hogy a bíróság illetékességi területén az életellenes bűncselekmények elszaporodtak, az elkövetéshez használt nagy teljesítményű vadászfegyver különösen veszélyes, hisz használata, az elhárítása esélyt sem adva alkalmas a halálos eredmény előidézésére, továbbá az idős sértett sérelmére elkövetett cselekmény kapcsán súlyosító körülmény az, hogy a köznyugalom megzavarására alkalmas módon, fényes nappal, nyílt utcán, kivégzésszerűen követte el a vádlott. Mivel mind az ügyész, mind a férfi védője fellebbezett az ítélet ellen, az ügy másodfokon a debreceni ítélőtáblán folytatódik. A vádlott addig letartóztatásban marad.